Horrorfilmbe illő történeteket mindenki hallott már családi ismeretségi körben, 10 évig tartó válóperekről, gyerekelhelyezési helyekről, perekről. Répási Róbertet üdvözlöm, most tudom, jó estét kívánok. Az alaptörvény külön is kimondja, hogy mindenkinek joga van a tisztességes, részrehajlás nélküli és megfelelő időben befejezett eljárásról. A budaházi ügy mennyiben járult hozzá ahhoz, hogy önök most belevágjanak, hogy le kell rövidíteni ezt tényleg? Hát igen, ez egy mérföldkő volt ez az ügy. Az a része volt mérföldkő, hogy befejeződött ez az ügy, és most már szabadabban lehet beszélni, és szabadabban lehet elemezni, hogy miért húzódik el egy büntetőeljárás 13 évig. Tehát a budaházi ügyben 13 évig húzódott el, de sajnos azt látjuk egyébként, hogy más ügyekben is, amelyek folyamatban vannak, például az úgynevezett tanárperekben olyan megmagyarázhatatlan újabb és újabb tárgyalásokat tartanak, úgy, hogy még nem jutottak el az érdemi tárgyalásig, hogy nem csak a büntetőügyekben, hanem sajnos más polgári ügyterületen is ezt a meglepő tendenciát, és azt gondolom, hogy mindenképpen elemzést és figyelmet érdemlő tendenciát látjuk. Ja, ön arról beszélt ma reggel, hogy a törvényhozás sokat tett azért, hogy a bíróságok megfelelően tudják lefolytatni ezeket a pereket, és az ön véleménye szerint a bíróságokon belül kell feltárni az okokat. Milyen okokra? Igen, hát itt valóban így van, az elmúlt években már számtalan eljárásrendet, perrendtartást módosítottunk, polgári perrendtartás, büntetőeljárást, és ki kell mondani, hogy most már a bíróságokon belül kell keresni az okokat, munkaszervezési magyarázatai vannak valószínűleg annak, hogy például egy büntetőügy 13 évig tart, több bíró is foglalkozott vele, ugye váltani kellett a bírót, stb. Tehát ezek olyan kérdések, amelyeket a bíróságok függetlenségének a legnagyobb tiszteletben tartásával is, de mégiscsak külső elemzőknek is el kell végezniük azt, hogy mi az oka ezeknek az eljárások elhúzódásának. A bíróság mindig meg tudja magyarázni, hogy mi volt az oka annak, hogy évekig tart egy eljárás, de a vége az, hogy utána milliárdos kártérítéseket fizet a magyar állam. Ugye a bírósági hivatal éppen nem régen arról beszélt, hogy a big picture-t kell nézni, hogy általánosságban 43%-kal csökkent 2 éven túli peres ügyek száma, meg ugye tavaly hatályba lépett egy új törvény is, tehát azt kell nézni, hogy mi motiválta akkor önöket arra, hogy mégiscsak egyfajta átvilágítás indul. Amiért csökkentek az ügyek, azok az előbb általam elmondott törvénymódosítások. Tehát, hogy egyszerűsödtek az eljárások, gyorsabbá váltak az eljárások, és mondhatnám azt, hogy az egyszerű ügyekben valóban csökken az eljárás időtartama, de sajnos, ahol már kicsit bonyolultabb az ügy, ott láthatóan ezt nem tudják megoldani, ezeket a munkaszervezési kérdéseket. Nem akarom megelőlegezni ezeket az elemzéseket, mert az igazságügyi minisztériumban 2 miniszteri biztos is foglalkozik azzal, az egyik polgári ügyszakkal, a másik pedig büntető ügyszakkal foglalkozva a bírósági gyakorlatot elemzik, szakértőkkel, bírósági szakértőket is bevonunk, felkérünk ezekben a munkákban. Tehát rövidesen abban a helyzetben kerülünk, hogy egy intézkedési tervet tudnak a miniszteri biztosok javasolni. De ahogyan mondtam, törvénymódosításokkal már nehéz tovább haladni ezen az úton, hanem meg kell találnunk az okát, hogy miért nem tudnak a bíróságon belül megfelelő eljárást kialakítani, Vettem a fáradtságot, én bírói fórumokat is elolvasgattam, és hát elég sokszor előkerül témaként az, hogy létszámhiány van. Kevesen, túl kevés a fogalmazó, túl kevés a titkár, túl kevés az irodai személyzet, egyszerűen nincsenek elegen. Hát a létszámhiány az elsősorban az igazságügyi alkalmazottakra vonatkozik. Tehát nem a bírók hiányoznak. Bár kérdés ugye, hogy vajon miért nem töltik fel a teljes bírói létszámot, ezt én nem tudom megválaszolni. Több az engedélyezett létszáma a bíráknak, mint amennyi a ténylegesen betöltött bíró. Körülbelül 200 bíró hiányzik, de nem a bírók hiányoznak. Összesen mennyien vannak? Összesen 3000 az engedélyezett létszám, és olyan 2800 bíró van Magyarországon. Az igazságügyi alkalmazottak közül is érdekes információ, hogy a bírósági titkárok, tehát akiket már úgy is szoktak nevezni, hogy kisbíró vagy albíró, a bírósági titkárok száma is közel 1000. Tehát közel 1000, és gondoljunk bele, hogy 2800 bíró van. Tehát van utánpótlása a bíráknak, de az adminisztráció valóban, tehát a bírák munkáját segítő személyek, a bírósági dolgozók körében
nagy a fluktuáció, ők ugye a piaci munkahelyekkel nem tudnak versenyt tartani, mert a bíróság nem tud versenyt tartani. Ezért az igazságügyi miniszter például az igazságügyi alkalmazottak illetményének a BFL zárkózását sokkal inkább szorgalmazza, mint mondjuk más illetményemeléseket. Ez a bizonyos intézkedés csomag, amelyről ön beszélt, amit majd a két miniszteri biztos segítségével fognak megfogalmazni, annak mi lesz a célja, hogy egyfajta vigaszt nyújtson azoknak, akiknek elhúzódik a pere, vagy pedig kimondottan teljesen hatékonyan ösztönözze a bíróságokat arra, hogy gyorsítsák a munkát? Hát természetesen mindkettő fontos, tehát az is, hogy valaki, aki a bírósághoz fordul, az megkapja, úgy fogalmaz az alaptörvény, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ügyeit ésszerű időben elintézzék, és egyébként a Strasbourg Emberi Jogi Bíróság is ezt vizsgálja, hogy volt-e olyan tétlenség a bíróság tevékenységében, ami miatt nem sikerült befejezni az ügyet. Tehát joga van mindenkinek, hogy megkapja ésszerű időben az őt megillető igazságszolgáltatást, de ezen kívül nyilván a bíróságokon belüli munkaszervezési kérdéseket is górcső alá kell venni ebben a elemzésben. Ugye ez a 6 milliárd forint, ez azokból a kártérítési összegekből jön össze, amit a két éven túl húzódó perekért. Igen, a Strasbourg Emberi Jogi Bíróság gyakorlatában az első fokon két évnél hosszabb ideig tartó, és a következő fokokon is két évnél hosszabb ideig tartó, tehát szintenként, bírósági szintenként két évnél hosszabb ideig tartó eljárásokat már az egyezmény, tehát az emberi jogi egyezmény megsértésének tekintik. Úgyhogy úgy lehet satszolni, hogy kb. 4-5 éves időtartamon túl már kártérítés jár valakinek, hogy ennél hosszabb ideig tart az eljárás. Magyarországon nem túl magas ennek az összege, ugye naponta 400 forint? 400 forint jelen pillanatban tudom. Tehát, hogyha egy bíróság mondjuk nem 3, hanem 4 év alatt hozza meg a döntését, akkor 150 ezer forint egy év. Hát attól függ, hogy ezt hogy nézzük. Tehát mondjuk évente kb. 1,5 milliárd forint kártérítést fizet ki a magyar állam a Strasbourgba forduló ügyfeleknek, magyar állampolgároknak. Az évi 1,5 milliárd forint az nem kis pénz, a 6 milliárd az ugye az 5 éves kártérítés, amit kifizettünk. Én úgy hiszem, hogy nem is mindenki fordul a Strasbourg Emberi Jogi Bírósághoz, mert mindenki úgy van vele, hogy végre örül neki, hogy befejeződött az eljárása, és nem biztos, hogy mindenki még az ügyek elhúzódása miatt. De jól értem, ez nem egy könyvelési cél, ez nem a pénzről van szó, hanem alapvetően arról van szó, hogy normális időben lezáruljon. Hát azért ne tekintsük ezt, hogy mondjam, bagatelnek ezt a 6 milliárd forintot, amit a bírósági eljárások elhúzódása miatt ki kellett fizetni, ezt ne tekintsük bagatelnek, mert hát ugye ez azt mutatja, hogy minden törekvésünk ellenére az eljárások elhúzódása még most is jelen van. Az eljárás, tehát a hatékony igazságszolgáltatás, ez a jogállamiság része. Amikor arra beszélünk, hogy bennünket a jogállamiság szempontjából vizsgálnak, ott tisztázni kell, hogy nem csak a bírói függetlenség, az OBT, tehát az Országos Bírói Tanács jogai, hanem a bírósági hatékonyság, az igazságszolgáltatás hatékonysága és jogállamisági kérdés. Kérem, jöjjön majd vissza beszámolni az eredményről, amikor lezárult a vizsgálat. Köszönöm szépen, államtitkár úr.